Kettő a Magyar Postát érintő ügyben kell most megszólalnunk. Az egyik az, hogy ugyebár hallottuk, hogy 35 postát zárnak be Budapest szerte. Az egyik ilyen előtt vagyunk éppen, és hogyha jól látom, most távolítják el a Magyar Posta logóját a bejárat felől. Ezzel kapcsolatban komoly kérdések vetődnek fel bennünk. Hát azon túl nyilván, hogy ez problémákat fog okozni a környékben élő lakosok számára is, hiszen egy távolabbi postahelyre kell majd adott esetben elmenniük levelet feladni, vagy felvenni a leveleiket. De a fő kérdés, ami minket foglalkoztat, az az, hogy mi lesz azokkal a postásokkal, akik ezeken a postahelyeken dolgoztak. Mert bár az tény, hogy a Magyar Posta óriási létszámhiánnyal küzd országosan, így elméletileg nem jelenthetne akadályt, hogy elhelyezzék ezeket a postásokat más postahelyeken, bár azért az problematikus, hogyha egy olyan postahelyet ajánlanak fel valakinek, amely nagyon messze van az ő lakóhelyétől, de a fő gond az, hogy ez a létszámhiány papíron nem akkora, mint a valóságban, ezért jogos lehet az aggodalom, hogy nem minden postásnak jut új munkahely, úgyhogy ezzel kapcsolatban választ várunk a Magyar Postától. A másik témakör, amivel szeretnék foglalkozni, az már egy általánosabb jellegű, ha úgy tetszik, az egész Magyar Postára kiterjedő problémakör, ugyanis azt hiszem, hogy ma Magyarországon nincsen alul fizetettebb munkakör ahhoz képest, hogy milyen munkát végeznek, mint a postás. Tehát ez az alig több, mint minimál bér a mai világban, amikor hatalmas az infláció, amikor rezsimegszorítások vannak, ez gyakorlatilag semmire nem elegendő. Nem véletlen tehát, hogy az FKF-hez hasonlóan a postás szakszervezet is szeretne rezsitámogatást kérni a postás dolgozók számára, ez egy egyszeri 100 000 forintot jelentene. A Mi Hazánk mozgalom nyilván természetszerűleg támogatja ezt a kezdeményezést, és üdvözölnénk is, hogyha megkapnák ezt az egyszeri 100 000 forint rezsitámogatást a postások. Azonban ki kell mondani, hogy önmagában ez sajnos nem lenne elegendő, mert itt egy tartós béremelésre lenne szükség. Ha ez nem történik meg, akkor marad a létszámhiány, ha marad a létszámhiány, akkor marad a leterheltség, és ha marad a leterheltség, akkor akadozni fog a postai szolgáltatás, amelyet a társadalom fog megérezni.